Köszöntöm a Karcefem hallgatóit, ez itt az emotikon a Karcefem podcast műsora. mai vendégeim pedig Filip Dávid, de a 888.hu főszerkesztő helyettese. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást! Illetve Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa. Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is! Legfrissebb témánkkal kezdeném. Eltemették Daria Duginát, akit egy pokolgépült meg szombaton Moszkvában. A kormánypárti újságírót az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint ukránok ölték meg. Üsegírónő volt az áldozat, akiknek elég erős megnyilvánulásai voltak. Édesapja miatt történhetett ez, ha lett vajon? Megszerű nem kezdesz. Uh, hát az a helyzet, hogy itt már önmagában az is egy kérdés, hogy Daria Dugina, tehát a valódi áldozat volt-e a célpont, vagy, vagy édesapja uh, Alexander Dugin. A kérdés azért merül fel, mert a két személy esetén egészen különböző érdekek tudnak állni a háttérben. Tudni kell a Dugináról, hogy ő saját jogon is nagyjából az apjához hasonló mértékben volt ismert Oroszországban, nyugaton kevésbé. Ő egy um, 2014 óta aktív újságíró volt, az összes nagyobb orosz Kreml közeli médiumot megjárta, és a jelenlegi munkahelye, ez lehet esetleg egy szempont, ami miatt őt megölhették, az, az a médiavállalat vagy elemző központ, amely Jevgenyi Prigozsin oligarchának a, a Wagner csoport, ugye a Ukrajnában különböző zsoldos akcióra ismert Wagner csoport tulajdonosának a, a birtokában áll. Hát Prigozsinnak azért vannak az orosz oligarha világon belül ellenségei, Hadárja Dugina volt a célpont, az jó eséllyel egy Prigozsinnak szóló üzenet. Ha nem, mert ugye az édesapja alapvetően ugyanebben a kocsiban ült volna, az utolsó pillanatban váltott végül is autót, ott merül már fel az a kérdés, hogy, 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 hogy mit kavarhatott bele ebbe az egészbe az ukrán szál, és hogy mennyire állhat az ügy mögött az ukrán titkos szolgálat. Ugye az FSB-nek hivatalos verziója szerint az ukrán azov századnál dolgozó vagy szolgáló Natalia Vovk volt a, gyilkos, közben egyébként az orosz sajtóban is lejött már, hogy jó eséllyel nem az azoknál szolgált, tehát az a édesapja mondta bele egy orosz kormánypárti médium kamerájában, hogy nem az azoknál szolgált, ez engem viszonylag meggyőz. Érdekes pontok vannak a történetében, tehát hogy február 24-én azonnal elment nyugatra, Lengyelországba mert menekültnek, aztán visszament valamilyen módon szolgálni az ukrán fegyveres erőkbe, ez egy elég érdekes életpálya. Érdekes az is, hogy hogyan tudott Donetszki rendszámmal bejönni Oroszországba, aztán ukrán Észtországba távozni. Érdekes az, hogy az orosz szolgálatok Észtországban már nem mentek utána, nem kérdeztek utána. Hát néhány, helyből, néhány helyről azért vérzik az orosz verzió, de ettől függetlenül sem tartom azt kizártnak, hogy Ukrajnában, ahol Duginnak valamelyest azért van trófea értéke, valóban egy az államhoz vagy kötődő, vagy nem kötődő náci csoportosulás állhat te mögött a merénylet mögött. A Mátyás nagyon jól összefoglalta ezt az egész történetet. Én a logikában nem látok feltétlenül összefüggést, ugyanis mi, mi oka lett volna, mi mit nyerhetett Ukrajna ezzel az egész merénylettel, hogyha valóban ők követték el. Ugye felmerült az FSB, nagyon gyorsan kiderítették, hogy pontosan ki is az elkövető, kitették a, a, a videófelvételeket állítólag. Én már láttam olyan képernyőfotókat is, hogy az az autó, amivel ő közlekedett, már 14800 euróért, az interneten megvehető, szóval az egész uh, egy olyan uh, kacival, amit szerintem ebből a stúdióból vagy Budapestről mi sose fogjuk megtudni az igazat, és ugye oroszországról beszélünk, oroszországban történt ez az egész, pontosan tudjuk, hogy az orosz propaganda az világverő, egyébként az ukrán is az Jelen pillanatban két állítás áll egymással szemben. Az ukránok váltig állítják, hogy nekik ez az egész semmi közük, a másik oldal azt mondja, hogy már pedig az ukránok voltak. Mit nyerhettek ezzel? Tehát az ukránoknak sem jó, hogyha adott esetben jelen pillanatban orosz közlések szerint kiderült, hogy ők állnak mögötte. Mi érdekel az ukránoknak? hogy bizonyítsák azt, hogy képesek arra, hogy a saját területükön kívül terrorcselekményt tudnak elkövetni. Innentől kezdve ugye arról beszélgetünk folyamatosan, hogy Oroszország terroristákat terror. Ör, Oroszország egy olyan állam, amely terrorista szervezeteket finanszíroz, és akkor most kiderül, hogy az ukránok is képesek végrehajtani egy ilyen cselekményt, szóval nálam ez valahogy nem, nem függ össze. Viszont hozzáteszem, hogy én azt se látom, hogy esetleg adott esetben orosz kötődésű szervezetek követték el ezt a robbantást. Hát igen, ugye Ukrajna külső és belső kommunikációs érdekeivel totálisan ellentétes az, hogy, hogy, a hogy, hogy Dugin, vagy Dugina, ugye itt végül is megölni, hogy sikerült uh, halála mögött őket sejtsék. Ezért az, hogy az ukrán állami szervek megrendelésére történjen az egész, ez, ez az én számomra szintén nem tűnik hitelesnek. Olyan elképzelhető, hogy Duginról tudni kell azt, hogy az ő befolyását a nyugat jellemzően írtozatosan, mért, írtozatos mértében túlbecsüli. Tehát a, a, a fél jobb, fél, nyugat-európai sajtó meg van győződve arról, hogy Dugin valahogyan Putyin agya, meg hogy, meg hogy Dugin filozófiai alapján áll az egész Putyin rezsim és az ő gondolatai mentén működik az orosz külpolitika, ez egy őrültség. Ugyanakkor meg az ostobaságot, mint szempontot soha nem lehet, ha Ukránról beszélünk, kizárni a, a játékból. Tehát tévedhetett az az Ukrán adott esetben szélsőséges vagy náci, aki ezt elkövethette a Dugin megítélésében meg az előjös megjegyzésem azért az, hogy Oroszországnak elemi érdeke viszont, belső kommunikációs érdeke azt hangsúlyozni, hogy ez semmiképpen nem lehetett orosz belház, semmiképpen nem lehetett az orosz eriten belüli repedés, mert ha, mert ha annak a lehetősége fölmerül, hogy egy kicsit megrepett az orosz hatalmi vertikum, mm. hogy egy kicsikét kiáll bizonyos néhány erőcsoport Putyin mögött, akár azért mögül, akár azért, mert nagyon szeretnének egy kicsivel intenzívebb háborút, egy kicsivel jobb az ukránoknak, vagy azért, mert pont az ellenkezőjét szeretnék. Na, az a végzetes, az egység lehetetlenek a megbomlása a végzetes Oroszország számára. Hát Oroszország verzióját lehet valóságként értékelni, de lehet úgy is értékelni, hogy ez az a verzió, amely az orosz belső kommunikációs érdeknek a leginkább megfelel. Azért olyan történt már, hogy Oroszországban bizonyos körökből ho -ho, haltak meg emberek, most legutóbb éppen <laughs> a -ho. Gazpromhoz köthető emberek, viszont dugin egyáltalán én legalábbis nem tudok arról, hogy bármi közel lenne a Gazpromhoz és ennek a köreihez. A hallgatóknak elárulnám, hogy Koán Mátyásnak született a napogram. Duginról és Dugináról egy nagyon jó átfedő, egy összefoglaló cikk, úgyhogy ezt Köszön, mindenkinek szépen. ajánlom, hogy olvassa el. Azonban megszólalt Putyin és Lavrov is az orosz külügyminiszter. Putyin a részvétét fejezte ki a meggyilkolt újságírónő Dárja Dugina családjának. Lavrov pedig hozzátette, hogy nem lesz kegyelem Dárja Dugina gyilkosai számára. Következő Mondat pedig gondolat, hogy mennyire fogja ez az orosz népet ösztönözni a hazafiságról. Azt tudni kell, hogy jelen pillanatban Oroszország hivatalosan még nem áll háborúban, tehát az ő közléseik szerint, meg az ő hozzáállásuk szerint egy speciális katonai hadműveletet hajtanak végre Ukrajna területén. Mi ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy háborúznak, amit valójában tesznek. Amikor ilyen merényletek, ilyen események történnek Moszkvától nem messze, ez egyértelmű üzenet arra, hogy valójában senki sincsen biztonságban. És amit azt már említettem, hogy az orosz propaganda az, az minden ilyen alkalmat kihasznál, felnagyít. És azt, túgy, azt láthatjuk, hogy Putyin támogatása az elmúlt időszakban gyakorlatilag a plafont verdesi. És amikor az orosz társadalom azzal szembesül a propaganda sajtón keresztül, hogy az ukránok itt vannak, nem vagyunk biztonságban, akkor ezeket a, az indulatokat fel tudják használni arra, hogy komolyabb társadalmi támogatást kapjon ez az egész akció, amit Ukrajnában véghez visznek. Fontos kérdésre kérdez vagy kérdeztél rá, mert Dugin egyébként Oroszországon belül lehet, most az egy kicsit szentségtörésként fog a hallgatók számára hangzani, de, 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 ott sem egy első rendű, legfontosabb és legismertebbek közé tartozó ember. Tehát nem az a helyzet, hogy, hogyha Dugint valaki bántja, akkor vagyivoszok külső, meg Jekaterinburg meg, meg, meg Omskban, akkor tömegek mennek az utcára. Nem az a helyzet, hogy valamilyen szellemi vezetőjének tekinteni őt a, a, az orosz nép. Hát ha, ha, ha valaki azt akarta volna elérni, hogy tömegével sorakozzanak fel azok a egyébként nem olyan borzasztó nagy számosságban jelenlévő oroszok, akik nem szeretnék ezt a háborút, még inkább a háború mögött. A, arra szerintem ez nem volt egy kimondottan jó uh, elem, vagy, 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 vagy jó uh, stratégia. Amit viszont abszolút gondolok, tehát vannak olyan körei Oroszországnak, amelyek tényleg erősen nacionalisták, vannak olyan körei Oroszországnak, ahol tényleg elégedettek, elégedetlenek az orosz hadsereg háborúban nyújtott teljesítményével. Vannak olyan körök egyszerűen, akiknek Putyin nem elég kemény. Tudom, hogy ez tőlünk elég furcsán hangzik, mert mi nagyjából nem tudunk keményebb eljárásrendet elképzelni, mint hogy az ember fogja magát és lerohan egy szomszédos országot, majd ott, majd, majd ezt a lerohanást a hat hónapon keresztül föntartja, és semmilyen módon nem látszik, hogy ki akarna belőle hátrálni. De továbbra is van Oroszországnak egy olyan rétege, főleg egyébként, tehát ez, ez, ugyanúgy, ahogy nálunk ezek, ezek alapvetően, alapvetően értelmiségi emberek, a ja, szélső jobbnak is van értelmiségi része, akik nem érzik elég keménynek Putyinnak a fölépését, az ő van most felháborodás, de abban nem vagyok biztos, hogy Putyin bármilyen tekintetben is foglalkozna azzal, hogy melyik választói csoportok és, és melyik, 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 társadalmi csoportok mennyire elégedettek jelenleg az ő működésével. Ha, ha ez lett volna az ő fokmérője, vagy az ő motivációja akkor már nem lenne háború. Tehát aktívan akarni ezt a háborút, kimondottan kevesen akarták Oroszországban. Hát én nem hinném, hogy ez a stratégia arra irányult volna, hogy ez egy ilyen orosz inside job lett volna, hogy dugin vagy, vagy dugina megöletésével az ukrán állatságokra és az ukrán nácikra hívják fel a figyelmet, és ezzel föltüzeljék a népet. Szerintem ilyen hatás igazából érdemben nem tud lenni, azért nem. Mert a Oroszország továbbra sem egy demokratikus ország. Nincs valóban csatorna, vagy legalábbis közvetlen csatorna nincsen a nép és a politikai cselekvés között. Az orosz nagy nagykövet azt mondta, hogy ezek után semmi esély nincsen a béketárgyalásokra. Akkor az kijelentette, hogy tovább fog terjedni a háború? Nagyon reméljük, hogy nem. Földrajzi továbbterjedést, én nem, nem tudom azt az összefüggést meghúzni, hogy ez bármilyen Kiterjedni. módon a földrajzi továbbterjedést uh, esetleg lehetővé tenni. Az időbeli, azt nem azt, azt tudom képzelni, ugye? ami földrajzilag szóba jöhet, ugye Észtország került bele a, 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 a storyba, mint Pilátus a krédóba, hogy állítólag ugyan a oda menekült, majd egyébként utána most már végzsön is látták. Hát esetleg, ha valaki nagyon meg akarná konstruálni a balti államok elrohanásának a narratíváját, akkor, akkor ez nem lenne erre alkalmatlan, ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy Oroszország borzasztóan gyenge ahhoz, hogy egy NATO állammal szemben akkor is, hogy ha az akár a legkisebb és leggyengébb NATO állam is háborút viseljen. Hát ezt, ezt, ezt nem tudom elképzelni. Meg igazából az ENSZ nagykövetnek a kijelentése arról, hogy most esélytelen a béketárgyalás, az egy elég olcsó kijelentés abból a szempontból, hogy amúgy sincs rá igény. Ját jelenleg a, a, az ukrán fél is kimondottan úgy gondolja, hogy, 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 hogy még három hájmarsz aztán nyerni fogunk. Ez, 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 ez külföldről vagy stratégiailag nézve egy elég őrült ötlet, mert, mert a háborút terület szerzéssel lehet megnyerni, nem pedig látványos propaganda akciók végrehajtásával, meg, meg uh, meg apró kis gyesztepatti kiszögelések megszerzésével, de, de egész addig, amíg ukrán nyerekben érzi magát, addig tök mindegy, hogy akarnak az oroszok béketárgyalni, mert nem lesz béketárgyalás. De, ahogy elnézem, az ukránok sem nem. nagyon oda nem. a béketárgyalásokért. Ezért mondom, hogy ez ingyen Észtországhoz csak még egy gondolat, hogyha Na vagy Isten, tényleg katonai hadművelet indulna, akkor az világháború. Az abszolút. És akkor mennénk mi is, és mert a magyar se lenne a pellet, mert pontosan. nem is kérdés. Mindezeket követően ugye nem csak Ukrajna, meg egész Európa bajban van, de napokban született még egy cikket, amit tőled hoztam, Oly -oly. amelyből egy mondatot kiemelnék, így hangzik, Ukrajna közismert lesz szerint Európa él és kamrája. Egy egész jó látfogó cikket készítettél ezzel kapcsolatban, pár percbe kiemelnéd a lényeget ebből? Igen, ugye elkezdett a magyar sajtóban is terjedni egy irányában nem helytelen, de tényszerűségében tény, 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 helytelen állítás arról, hogy 17 millió hektár földet szerzett meg három amerikai mezőgazdasági óriás vállalat a Monsanto, a Cargill és a DuPont Ukrajnában. Ennek örvén akartam azt feltárni, hogy valójában mi a helyzet az ukrán földpiacon, de annak ellenére, hogy Hivatalosan a földmoratórium, földvásárlási moratórium volt érvényben 2001-től, tavaly júliusig teljes mértékben, és továbbra is érvényben van a cégek számára, annak ellenére mégis hogyan tudott valamilyen módon birtokba kerülni esetleg több érdekeltség, külföldi vagy ukrán, anglál érdekeltség az ukrán földekben. Itt lényegében annyit írok, hogy rendezetlen viszony, állt fenn a moratórium alatt is, mert a földtulajdonosoknak elemi érdekük volt az, hogy valamilyen módon hasznosítassák a földjeiket. Ez azt jelentette, hogy nehezen átadható bérleti szerződésekkel messze a piaci ár alatt játszották ki ezeket a földeket, adott esetben nagyobb és főleg ukrán agrárvállalkozóknak. Ez az egyik dolog, ami, ami történt. A másik az, hogy rendkívül érdekes látni azt, hogyan például az IMF, az Európai Unió és a, a Világbank konkrét feltételeket támasztott különböző Ukrajának folyósítandó segélyekért cserébe a, a földliberalizáció kapcsán, de az, az az IMF, a Világbank és az EU konkrétan megfogalmazott írásbarrot igénye volt, hogy bizonyos hitelekért cserébe Ukrajna szabadítsa föl a földpiacát. Uh, meg azt is írom még benne, hogy annak ellenére, hogy amerikai földtulajdon hivatalosan vagy nincs, vagy elenyésző mértékben, tehát általam van 2-300 ezer hektár kiterjedelésben van Ukrajnában, annak ellenére az ukrán agrárbizniszben más frontokon vető maggyárak, kikötői terminálok, raktárak, műtrágyagyárak, ilyen területeken abszolút vannak az amerikai vállalkozások, és akkor, amikor az Egyesült Államok fegyvert szállít Ukrajnának, akkor főleg a kikötői sávban, tehát Ukrajna déli részén, Fölmerül annak a gyanúja, hogy mi van, ha esetleg itt nem csak Ukrajna területét, de Amerika befektetéseit is védjük. Valamit szeretnék leszögezni itt a legelején, én kapitalista vagyok, oké? Okay? Szóval engem nem zavar, hogyha valaki nagyon gazdag, nem zavar, hogyha a külföldön üzletel, ugyanakkor tisztában vagyok azzal is, hogy van egy olyan dolog is a világon, hogy nemzeti érdek, és szerintem ez minden fölé helyezendő. Jelen esetben én nem gondolom azt, hogy az egy remek ötlet lenne, hogy a talajunkat értékesítsük külföldiekkel, mert aztán ki tudja, hogy mit fognak csinálni vele. Viszont összeszedtem pár fajsúlyos szereplőt az ukrán agrárbizniszben, és meglepő, hogy sokan közülük Luxemburgban vannak bejegyezve, Cipruson vannak bejegyezve, és a tulajdonosi körben feltűnnek amerikai érdekeltséget, különböző befektetési alapok is. És ami még inkább érdekes, hogy ezeknek a, az ukrán vállalatoknak a vezetői általában milliárdosok, illetve politikusok is. Nem is akármilyen politikusok, mert jelző orosz párti politikusok, ez is egy borzasztóan izgalmas mellékszállatban. Az önmagában, hogy Cipruson, Luxemburg, Hollandiában vannak bejegyezve ezek a cégek, ez nettó adócsalás ennél ebbe. többet Pontosan. szerintem kár belelátni. Viszont az, az, az rendkívül érdekes, hogy ugyan földet nem lehet vásárolni Ukrajnában, de földet birtokló, vagy földre valamilyen módon hatást gyakorló, valamilyen módon ö, a földhöz hozzáférő vállalkozásban részesedést, azt minden további nélkül lehet vásárolni Ukrajnában, és ez tényleg rengeteg ilyen nagy ukrán agrárholding tekintetében meg is történt. Viszont amit az oligarchákról mondasz, tehát itt ez megint csak egy, egy, egy újabb tünete annak, hogy Oroszország és Ukrajna között az alapvető különbség, hogy Oroszországban a kormánynak vannak oligarchái, Ukrajnában meg az oligarcháknak van kormányuk. Hát, Egyszerűen Ukrajna bizonyos részei fizikailag nem az ukrán kormány fennhatóság alatt állnak, és ez nem 2014 óta van így, amikor Oroszország néhány karé földet kihasított nem, hanem korábban is így volt. Tehát vannak egyszerűen földes urai ennek az országnak, amelyek ebben az értelemben pont földes urak voltak a legkevésbé, inkább ipart, vagy, vagy, vagy ingatlanpiacot, vagy, vagy üzleteket kontrolláltak, ugyanakkor meg bizonyos tekintetben meg bele be, be, a föld birtoko, birtoklásba is. Azt nem láttam a listádon, de például Petroporosenko volt ukrán elnök is, a, konkrétan földtulajdonos, van egy igen jelentős igen vagy 110-hektáros uh, birtokkal rendelkező Agrár és a fölötte lévő, már hogy birtok tekintetében fölötte lévő legtöbb uh, oligarha kolléga, az az valamikor vagy parlamenti képviselő volt, vagy kijevi városi képviselő volt, vagy megyei képviselő volt, és jellemzően egyébként a régiók pártjának, tehát a nagy orosz párti ukrán néppártnak, a, a Janukovics pártyának a színeiben, ez, ez, valóban egy érdekes adaték. És arról még nem is beszéltünk, hogy vannak földterületek Kelet-Ukrajnában is, ahol éppen az oroszok veszik át az uralmat, hogy ezekkel a területekkel mi lesz ezekkel a földekkel, ki lesz a tulajdonosa? Gondolom, hogy oroszok nem szívesen fogják majd visszaadni ezeket az érdekeltségeket az ukránoknak meg is válaszoltátok a címet, Matyi cikkének a címét, hogy kié az ukrán anyaföld. De itt feltenném akkor a következő kérdés, hogy akkor ez kinek a háborúja is lehet pontosan? Hát olyan, hogy valami, egy valakinek a háborúja az az, a, az, a, az, az én és a szerelmem közötti háborúban tud esetleg megvalósulni, tehát ott, ott a világosak az érdekek, és ott két érdeket fél van összesen egy-egy oldalon. De hát egy olyan háborúban, ahol egy a nyugati pénzügyi rendszerbe bekötött ország harcol egy olyan országgal, amelynek a pénzügyi rendszerébe ez az ország korábban tartozott ott. Nyilván fölmerülnek anyagi érdekek, nyilván fölmerül rengeteg befektető vagy bank érintettsége. Fölmerül, Azoknak a környező országoknak az érintettsége, amelyek maguk különböző geopolitikai viszonyrendszereket ápolnak Oroszországgal, fölmerül az érintettség azoknak az országoknak, amelyek attól félnek, szerintem alaptalanul, de ez ők különösebben nem érdekli, hogy én mit gondolok róla, hogy Oroszország megtámadná akár az ott esetben őket is. Fölmerül az Egyesült Államok érdeke, abból az alánkűr el, egyszerű ok, okból kifolyólag, hogy azt a szabályt, hogy uh, erőszakkal, földet, területet nem szerzünk meg másoktól, nem bitorlunk el másoktól, ezt a szabályt az Egyesült Államok fektette le. Ez az USA által lefektetett világrendnek az egyik integráns része. Ezt az elvet már csak az elv miatt is az usa meg kell, vagy meg akarja legalábbis védenie. Hát ez nagyon sok fronton, nagyon sok mindenkinek a háború, meg a másik oldalon a háborúja azoknak is, akiknek nagyon régóta vannak el nem a az Egyesült Államokkal szemben. Iránnak a háborúja, észak a háborúja, Kínának a háborúja áttételes módon. Hát egy ilyen helyen, ahol ennyi minden csomósodik és sűrűsödik, csak úgy lehetnek válaszolni a háború, a, a, ezt a kérdést, kinek a háborúja, hogy majdnem mindenkinek a háborúja. Egyet tudunk, hogy a miénk nem, és kimondottan jól tesszük, hogyha minél távolabb tartjuk magunkat tőle. A Mátyás már pedzegette. Egy picit visszakanyarodnék a Duginhoz, aki még márciusban egy-két héttel miután kitört, kitört a, a háború. Leült egy nemzetközi sajtótájékoztatóra, és angolul közölte, hogy ezt az egész, ennek az egész háborúnak a kitörését ő, ő geopolitikai okokra vezette vissza. Magyarul ez azt jelenti, hogy Oroszország fellépett a pályára, és éppen kialakulóban van egy multipoláris világ, amit éppen láthatunk. Tehát, hogy kinek a háborúja, ez egyértelmű, hogy Ukrajna jelenleg egy proxiként szolgál, akár az Egyesült Államoknak, akár tágabb értelembe véve a, a Nyugatnak. Viszont szerintem ezzel, hogy uh, Oroszországot betolják Kína karjaiba, egy stratégiai hibát követel a Nyugat, mert uh, a kettő együtt én már nem vagyok benne biztos, hogy egy olyan könnyű falat lenne, mint mondjuk egy Oroszország egyedül, vagy egy Kína egyedül. Absz abszolút, mert Kína egyébként nehezebben szankcionálható. Ez, 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 ez egy, ez, rendkívül izgalmas dolog, hogy olyan integráns része a világkereskedelemnek, és annyira nem korlátozódik egy területre Kína kereskedelmi folyása, mint Oroszország, hogy ott gyóformán energiahordozókon túl ez nem egyre van Nem, mint, a mint hogyha Oroszországban annyira megrendülne a világ. Hát a nem, persze világos, de, de Kína, Kína, még csak nem is annyira könnyen szankcionálható. Így van. Mert, mert, az nekünk aztán olyan fokon fog fájni, hogy, hogy nem gázhiány, meg drága benzín, meg, meg élelmiszerinfláció, hanem hogy nincs a polcon áru. Van. Pont a következő kérdésemet, és mely úgy szól, hogy hogyan alakítja át a világ erőviszonyát az oroszokrán háború? Hű. Nézzétek, szerintem az történik, hogy Oroszországot megpróbálják a mondjuk úgy a civilizált világból teljes mértékben kiszorítani. Ennek a része a gazdasági hadviselés is az én meglátásom szerint, amikor szankciózgatunk, ennek is vannak bizonyos szabályai, és az első szabály az az, hogy amikor elkezdek gazdasági hadviselést folytatni egy ország ellen, akkor nem kezdem el előbb a saját lábamat lefűrészelni, mint hogyha nem lenne holnap, mert ha segbe akarom őket rúgni, akkor talán még kellhet az a láb. Én nagyon szkeptikus vagyok szankciós téren, mert hogyha visszatekintünk a szankciók történetére, nem tudok mondani egy országot se, akit nagyon szankcióztak, de bármi változás történt volna. És itt beszélhetünk Iránról, Venezueláról, Kubáról. Az egyetlen hely, ahol állítólag működtek szankciók, az is 30 évig tartott, és közben sikerült összedobniuk egy saját atombombát, ez Dél-Afrika volt. Szóval szerintem én úgy vagyok vele, hogy ha megpróbálják kiírni Oroszországot a nyugati körökből, az valahol majd vissza fog ütni nekünk, és jelen pillanatban azt látjuk, hogy ez legjobban Európára szakad rá. Akkor fölveszem Nógrádi György varázs szemüvegét, és akkor igyekszem nagy évben válaszolni a nagy évő kérdésre. egy, a világ blokkosodik. az eddigi globalizált világ az fogja magát, és egyre látványosabban szakad két pólusra. Van a Atlanti világ, mondhatjuk konformista világnak is, mert neki felel meg egyébként a leginkább a jelenlegi világrend, amelynek technológiája van, jó jóléte, tudása, de nincsenek különösebben erőforrásai, leszámítva az USA-t, amely ebben a szempontból egy áldásos helyzetbe került. Van egy eurázsiai világ, egyenlőre gazdasági erőtekintetében ugyan jelentős, de, de nem technológiai. Ennek van két uh, mind a kettő oldalon. Újdonság, hogy ez már nem az USA és Oroszország, hanem USA és Kína. És amikor ez a két blokk összecsap, akkor, a két központ erősödik, és a két periféria, amely összecsap, tehát Oroszország és Európa, mert ugye hát ne játszunk itt ezzel a gondolatot tovább alapvetően. Mi benne vagyunk ebben a háborúban, gazdasági háborút indítottunk, a háborúnak a gazdasági frontján egyértelműen megmérkőzünk az oroszokkal, akik pedig visszaütnek. Tehát az a két fél, ennek a két magnak az a perifériája, amely egymással háborúzik, Oroszország és Európa meggyengül, a két mag pedig megerősödik. Én szerintem, ha a világ erőviszonyét akarjuk, akkor nagyjából, akkor nagyjából ezeket így tudom így a hatásmerénus tekintetében levezetni. Ennél nyilván jóval tizelátó, jóval bonyolultabb, de, de szerintem blokkosodás, perifériák gyengülése és centrumok erősödése. Lassan lejár a műsorunk, de Európán kívül, vagy Európán belül nem csak az orosz-ukrán háborúval foglalkozik a média, hanem kihívta fel magára mostanában a figyelmet a finn miniszterelnök, akinek újabb botránya bontakozódott ki. Jelenleg magyarázkodik, ugyanis félmeztelen nők csókolóztak a miniszterelnöki rezidencia konferencia termében. A finn emiatt miatt bocsánatot is kért. Milyen kicsapódása van ezeknek a. -ok. Én úgy hallottam, hogy ez orosz propaganda. <laughs> ja, persze. Orosz propaganda, amit, a, amit korábbi finn szépség terjesztenek a TikTokon. Ez, az, ez az, a tökéletes orosz propaganda, abszolút. <laughs> ez, láttam, ne, nem, olyan régen fejtette ezt meg, azt hiszem, hogy 44 es kolléga, hogy, hogy Putyin nem bírja elviselni az erős nagyhatalommal rendelkező kompetens nőket, és azért propagandával. Most, nyíria, most, most akar bosszút állni, mert a finnek be akarnak lépni a nátóba. Az a helyzet, én véletlenül pont beszélek finnül, ez most olyan nagyon nem jött jól, de. <laughs> Thomasnak ez az egész téma így feldolgozási célzattal, de pont azért, mert valamennyire ismerem őket, tehát ez alapvetően északi erkölcs. Finnországban ez önmagában az, hogy itt partik voltak, és a Ruiz Rock Fesztivál után San Marin meghívta a miniszterelnöki rezidenciára, amit egyébként fin humor, a hívnak, az nyári partnak, azt olyan helyen, ahol alapvetően a, a, az évdöntő többségében minden van, csak nyár nincs. A, ez önmagában szerintem Finnországban az ő pozícióját megrázi nem fogja. A legutóbbi kör viszont az már egy helyzet, mert ott a, a félmesztelen hölgyek, akik Finnországot szimbolizáló táblával uh, takarják bájaikat, uh, azok, azok egy olyan helyen vannak, ahol már fölmerül annak a gyanúja, hogy esetleg mi van akkor, hogy a Szanna Marina vendégeit uh, józan vagy kevésbé józan állapotban beengedte a miniszterelnöki rezidencia védett területeire. Ugye Magyarországon sem ismerjük a Sándor Palota, meg a miniszterelnöki iroda meg a Kármelitának az alaprajzát. Ez a Keszalantával legalább annyira így van. Mert hogyha Sanna Marin ebben a kérdésben elkövette azt a felelőtlenséget, hogy nagyjából mindenhova beengedte a vendégeit a Kesarantán belül, ahova egyébként nem kellett volna jönnie, ott, ott fölmerül egy jogi felelősség. De ezen túl önmagában a drónnak az elköstelensége az abban az országban, amely, amely, amely a finnevangélikus egyház vezetése alatt Véghetetlen mértékben elpogányodott, és ahol gyakorlatilag a keresztény égetek semmilyen szerepet nem játszanak már, ott most istenként, tehát hogy egymással mozgó húsgolyók tehát teljesen mindegy, semmi jelentősége nincs. Olyan országokban, ilyen skandináv országokban, ahol. <laughs> semmi, ahol tök mindegy. A Jézust magasartuban <laughs> ábrázolják, én már ez is, meg sem lepődöm. Kettérünk a belpolitikára, az ellenzék mindig újabb és újabb dolgokkal jön elő, de a legújabb cikk, amit szellemnéztem, a 888.húni szól, gyurcsány írásban, attól, hogy a dk hazudni nem. Tilos. Ferenc testvér az én legjobb barátom. Én, amióta készül, remekül tudok szórakozni. Az még nem derült ki, hogy mire. Saját elmondása szerint kormányzásra készül, bár nem tudom, hogy ezt közzétette, hogy kormányozni akar, de hát mi mást akarhatna egy politikus. Ugye jó, hogy felhozod ezt a, ezt a bejegyzést, mert innen indulunk, hogy ő mindenben meghúzza a tabukat, mik a tabuka a pártján belül. Most olyanokat írt, hogy mi nem lopunk. Viszonylag fiatal vagyok, de még emlékszem a Mosó Magyaróvári Timföldjár történetére, ahol hát mondjuk úgy felmerültek bizonyos gyanúk, hogy ott nem minden feltétlenül. Törvényesen történt. ide csak annyit szeretnék mondani, hogy az Anyós, ugye az apró pir piroska volt a, az akkori magyar ö, hitelbank elnöke, onnan kölcsönt vettek fel, hogy meg tudják szerezni, vagy mi gyúcsán kölcsönt vett fel, hogy meg tudja szerezni ezeket a beruházásokat. És van a másik rész, ami nekem rendkívül tetszett, és nagyon jól szórakoztam rajta, ez a Nem sérthetsz meg senkit és akkor ugye volt, hogy nem fér bele cigányozás, nem fér bele melegezés, mondjuk így, nem ezt a szót használta, a románozás, stb. Bocsánatot kérek, van ennek a DK-nak egy, egy remek politikusa, akit úgy hívnak, hogy Vágó István, pár évvel ezelőtt egy olyas, olyat tudott mondani, hogy ő nem bírja elviselni a kaftános, pajeszos, kalapos zsidót látványát. Tehát akkor most gyűlöködünk, vagy belefér, vagy nem fér bele. Ez az egyik meglátásom, a másik meglátásom pedig, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy a DK összeállt egy jobbikkal, amely nem is olyan régen, még egy Bíró László nevezetű politikust indított egy időközi választáson, akinek a zsidókról a tetű csúszda szó jutott eszébe, Budapestről pedig a Judapest. Tehát akkor most ezek a dolgok beleférnek, vagy nem férnek bele a dk -nál. Igen. Mit jelenthet, szerinted az a kifejezés, az a szó, amit még az ATV műsorában Vada Jagnes sem tudott megválaszolni, mert önmagát magát ismételte: a készülünk. Ambrosiáron már viccesen kérte, hogy készen vagyunk, vagy elkészültem? Hát, Nézd, az a, az a helyzet, hogy ha megnézzük a magyar politikai palettát. Azt látjuk, hogy van egy Fidesz-KDMP, ami ugye kormányt alakíthatott, kétharmaduk van a parlamentben, és van a másik oldal, az ellenzék, hol van hét párt. A hét párt közül hat baloldali. És akkor ide még nem vettük oda a, például a Márki Zajk Péter mozgalmát, nem tettük oda Jakab Péternek az új ötletét, hogy most már ő is mozgalmat akar alapítani, bár én ezt még nem tudtam eldönteni magamban, hogy ez most jobb oldali vagy bal oldali lesz, de inkább a bal felé Ö, sodornám. És még ki tudja, hány párt fog alakulni, ugye már a hatházi Jákos is beszélt arról, hogy kellene még egy új párt, tehát már ott tartunk lassan, hogy már tíz ellenzéki párt van. A Gyurcsány szemszögéből én, én azt mondanám, hogy Neki elemi érdeke az, hogy a DK-t meg tudja tartani az egész baloldal vezetői, vezető erőjének. És jelen pillanatban szerintem ő nem kormányzásra készülő arra készül, hogy az összes többit ö, lemossa a, a politikai palettáról, és lényegében legyen egy nagy DK. Hogy ez most sikerül neki, vagy nem. Sokan azt gondolták 2010 után, hogy Gyurcsány el fog aztán látjuk, hogy hova jutottunk. Hogyha már itt tartunk és szóba a sok pártot a ellenzéki oldalon, a várva várt augusztus 20-ai Jakab Péternek minősített bejelentése, mi szerint új pártot fog létrehozni. Még Boros Bánk Levente írta a közösségi oldalán, hogy ha igazán tökös lett volna, akkor valóban pártot alakít, és nem a mozgalmat, mivel is megalakult ugye augusztus 20-án a nép pártja mozgalom. Én örülök, hogy megalapult a, a, a négy, vagyis a néppártja mozgalom, csak Hol a nép? a néppártyán, vagy valami ilyesmi lehet. Ő a néppártyán <laughs> van nagyon régóta, csak Igen. az a baj, hogy a nép nincs az ő pártján. Igen. Tehát ők, szerintem a jobbik beles, vagy Jaka Péter beleesett abba a, a, a hibába, hogy ő azt gondolta, hogy azért, mert a Facebookon sokan lájkolják, meg szívezgetik a, a hülyeségeit, meg az akcióit, attól ő népszerű. Lassan ki fog futni már Jakab Péterről való mondani valónk. Minden műsorban meg szoktuk érezni, hogy Jaka Péter, amúgy ő már influencer lesz, vagy meddig fogja, tovább folytatni, nem sok elkezdődik az őszi ülésszak. Mit fog, mit fog alkotni önmagába? Vajon influencer lesz? Ez a kérdésem, hogy vajon ő már influencer lesz, és majd a TikTokon fogja magát mérni lájkok számába? Elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy abból lesz egy influencer, bóckodik majd tovább. Ugye látjuk azt, hogy a politika áttevődik a közösségi médiába, a TikTokon állandóan szembe jönnek velem ezek a, ezek a szereplők, hogy mi lesz Jakab Péterrel, szerintem ugyanaz a bohóc marad, mint aki eddig is volt. Kérdés, hogy majd az emberek ezt mennyire tudják tolerálni, vagy támogatni. Köszönöm szépen. Ez volt a mai emotikon. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet. A mai vendégeim pedig Kohán Mátyás volt a Mandiner munkatársa, illetve Filip Dávid a főszerkesztő helyettese. Maradjanak velünk továbbra is itt a Karcefemen.